Jelentősen nőtt tavaly a migrációs nyomás, ez derül ki az összesített adatokból. 2022-ben a duplájára emelkedett az illegális határátlépések száma a magyar határon 2021-hez képest. Az illegális bevándorlók ráadásul egyre agresszívabbak, több tucat szor rátámadtak a határvédőkre is. Barna folytatja a témát. Nagyon szépen köszönöm. Bakondi hogy a vendégem, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Jó estét, tábornok úr! Most egy év elején talán kezdjük egy összegzéssel a statisztikával. Mennyien jöttek, most már megvannak a végleges számok? Ezt most az év elején részletesen egy sajtóbeszélgetésen elmondtam, olyan rengeteg szám van, hogy azt ugye az ember nem tudja azért felbetartani, de talán a fő számok azért sokat mondóak, 270 ezer főt meghaladta az elfogott határsértőknek a száma, 114 ezer volt az előző évben, tehát láthatóan nagyságrendi növekedés van, közel 2000 ember fogtunk el, és ahogy itt a felvezetőbe is elhangzott, számos esetben támadták meg a határtőző rendőri katonai járőröket, rongálták meg a határvédelmi létesítményeket, vagy a rendvédelmi erőknek a járműparkját, és sajnos csak a felvezetőben hangzott el, eléggé gyakori az, hogy ami most is a M5-ös autópályán történt, balesetet szenvedtek, emberek haltak meg, a rendőri felhívásra, megállásra felhívásra nem engedelmeskedik, az utasait is és az úton közlekedőket is veszélyezteti, de sort került éppen az m autópályán egy reggeli órákba az ember csempész részéről fegyver használatra is az őt üldöző rendőri erők felé. Úgyhogy számos olyan körülmény változott meg a tavalyi esztendőben, amelyik azt mondhatjuk, hogy korábban nem volt jellemző, az egyik ilyen az erőszakos fellépés, fegyveres felfegyverkezben vagy fegyveresen elkövetett tiltott határátlépés, és hát a túloldalon pedig hát egészen krimibe illő események, a szervezet bűnözésnek olyan eddig csak regényekbe olvasott körülményeit tapasztalhatjuk a határon, hogy fölosztják a határszakaszt egymás között, É, hogy melyik szakasz, melyik bandának a működési területe ott, akik át akarnak haladni, ezek a banda számára fizetniük kell. Nagyon gyakori, hogy a különféle bűnbandák egymással fegyveres harcot folytatnak, hogy valamelyik terület fölötti uralmat megszerezzék, vagy megtartsák. Egy szóval öm, veszélyesebbé, nagyságrendekkel nagyobbá vált az illegális migráció, és minden adatunk, amelyik a prognózissal függ össze, azt mutatja, hogy az elkövetkező hetekbe, hónapokba ez a dolog folytatódik. Talán erre is mondok egy adatot, tegnap éjfélig 2000 határsértőt fogtunk el, az idén, január 1 -e után a határon, miközben naponta 10-14 ezer fő között ingadozik azoknak a száma, akik Ukrajnából menekülnek Magyarországra. Egy szóval az a kettős terheltség, amelyik Európa szállt is egyedülálló, az egyik határszakaszunkon, ugye az ukrán határon egy háborúba álló országgal vagyunk szomszédosak, ahonnan nagy számba menekülnek Magyarországra, vagy Magyarországon keresztül máshová és ezeket az embereket nekünk fogadnunk kell, és menekülti, menekült eljárás keretében biztosítani minden feltételt a itt tartózkodásra, vagy éppen a továbbutazásra, ugyanakkor pedig tömeges támadás alatt áll a déli határszakaszunk. Szerencsére a kormány ezeket a tendenciákat még a tavalyi évben részletesen elemezte, és tavaly történt néhány olyan döntés, amelyik majd a prognózis szerinti idei esztendő, vagy a távolabbi időszakokra vonatkozóan segítséget nyújt a határbiztonságos őrizetéhez. Ugye a kerítés megerősítése került, ez éppen azért lett kialakítva, hogy a bűszaki megoldást kerestünk, amelyik megakadályozza a létrás áthatolást. Ugye a tavalyi évben az egyik fő módszer a létrás áthatolás volt. Számos videót láthattak a kedves nézők a televízióban is. De másrésztről azt a módszert, amelyet 2015 óta alkalmaztunk, hogy a rendőröket más megyékből vezényeltük a szerb határa az ottani rendőri erők megerősítésére, később pedig a Magyar Honvédség erőit is vezényeltük a határa a rendőri erők megerősítésére. Ez a vezénylés, ez egy idéglenes megoldás, tehát hogy tudom, egy pár hétre oda vezényeljük, közben hiányzik ott, ahol, ahonnan elvezényeltük, ugye a közbiztonsági helyzet igényli, hogy ott is szolgáltatásítsanak, itt kimerülnek, távol vannak a családtól, tehát ez egy, egy tartós megoldást kerestünk. Hát ennek a, ez a döntés kapcsán állították föl, állítottuk föl a határvadász ezredet, most már több mint ezer határvadász teljesít szolgáltat a határon, és éppen most a elmúlt napokban fejezte be a Magyar Honvédség a vezényléses szolgált ellátását a határon, és vették át teljes mértékben a rendőri erők, illetve a határvadász egységek a lakossági polgárőr támogatással azt a feladatot, amit eddig a vezénylet, a rendőrök, illetőleg a magyar Honvédség erői teljesítettek. Taborok úr, mennyire változtat a történeten, vagy kever a történeten az, hogy most már feltűnnek veszélyes bűnözők, kiképzett harcosok, és most legutóbb a szerboldalon? Igen, a szerboldalon éppen elfogásra került, ez nem ritkaság, tehát ez az előfordul máskor is, itt ugye ezt nyilvánosságra hozták, tulajdonképpen itt arról van szó, hogy egy Afganisztánból elindult két férfit fogtak el, akiket Nyugat-Európába köröztek. Tehát ugye számos esetben tapasztaljuk, hogy az elfogott hatásértők egy vagy két alkalommal már eljutottak mondjuk Nyugat-Európába, aztán kiutasították őket, vagy hazaszállították őket és most valamilyen ok miatt úgy gondolják, hogy mégiscsak újraindulnak. Lényeg az, tehát, hogy egy korábbi afgán biztonsági szolgálatnak egy korábbi tábornoka, és az egyik afgán különleges egység mesterlövésze volt az, akit köröztek Nyugat-Európába, és azt a szerb rendőri erők elfogtak a határtérségbe egyébként. Vagyis az a jelenség, amit 2015-ben is már tapasztaltunk, hogy veszélyes bűnözők, terroristák is elrejtőznek a, a menekülni szándékozók, vagy a jobb élet reményében Nyugat-Európába tartók között, ez folytatódott, most is úgy látták helyesebbnek, hogy okmányok nélkül, elvegyülve az érkező afgán migránsok között próbálnak visszajutni mondjuk Európába, ki tudja milyen rendeltetéssel, milyen céllal, vagyis a az határellenőrzésnek nem csak fontos közbiztonsági, lakosságvédelmi, szuverenitásvédelmi feladata van, hanem nagyon fontos nemzetbiztonsági feladatot is el kell látni, hogy távol tartsuk azokat a személyeket, akik akár terrorcselekménnyel, vagy más a nemzetbiztonságát fenyegető cselekménnyel szándékkal próbálják illegálisan átlépni. Tehát és van egy nagyon fontos, még ugyancsak tavalyi tanulság, hogy jól látható, hogy mi a különbség a háború elől, vagy a háborúból menekülő családok fogadása, ellátása, elhelyezése, ahogy ők viszonyulnak a magyar hatóságokhoz, ahogy megköszönik azt a segítséget, amelyet a magyar kormányzat, a magyar civil szervezetek, a magyar karitatív szervezetek nyújtanak, és mi a különbség azokkal, akik erőszakosan, fegyveresen, felfegyverkezve a rendőröket, katonákat megtámadva próbálnak átjutni, állítólag azért, hogy menekül státuszért folyamodjanak, az ENSZ vonatkozó előírásainak egyáltalán nem felelnek meg ezek a körülmények, épp ezért a magyar kormánynak az a szándéka, hogy azt a határőrizeti biztonságot garantáló munkát, amelyet az elmúlt években végeztünk, az idejeztendőben is folytatni fogjuk. Tehát itt a végére olvasok egy érdekes adatot, azt mondja, a magyar börtönökben, vagyis hát büntetés végrehajtási intézetekben 2500, 2500 ember tartanak fogva, akik 73 országban, Mekkora szervezetet? Tehát ugye itt több nemzetközi bűnbandáról van szó, az az igazság, hogy a szervezet bűnözés minden is, mind ismérvével rendelkeznek, mélyen konspirált, a feladatokat részletekre, bontó, központilag irányított bűnszervezetekről van szó, akik jelentős pénzért próbálják átjutatni a határokon a a bevándorolni szándékozókat. Ez van, aki irányító feladatot lát el a bűnbandám belül, van, aki szállító, van, aki pihentető, van, aki okmányhamisító, van, aki előfutó, felderítő. Szóval nagyon sokfajta feladat, épp ezért a magyar határbiztonsági szerveknek nagyon fontos feladatuk, hogy ezeket a szervezet bűnözéshez tartozó tevékenységi formákat a szomszédos országok operatív bűnügyi szervek szoros együttműködésbe felderítsük, és hát a lehetőség szerint felszámoljuk. Tábornok úr, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.